Nyírpazony október közepén nyert energetikai beruházásokra Európai Uniós forrást. A 100%-os támogatással önerő nélkül megvalósult konstrukcióban 3 önkormányzati épületet korszerűsítettek. A projekteket november végére teljes egészében befejezik, mondta el televíziónknak Dubai László polgármester. Egy keopos konstrukció keretében pályáztunk épületenergetikai felújításra. Október közepén írtuk alá a támogatási szerződést, gyakorlatilag maga a pályázat 3 intézményünket érintette az iskolát, az óvodát, illetve a polgármesteri hivatalt. Maga a pályázati konstrukció az 2 dolgot tett lehetővé, egyrészt az épületeknek a külső hőszigetelését, homlokzati hőszigetelését, illetve födémszigetelését, másik részben pedig nyilászáró cserét. Gyakorlatilag ezek a cserék és ezek a felújítások valósultak meg az intézményeken. A pályázat keretében az intézményekben a legmodernebb 2 légterű nyílászárókat szereltek, és 16 cm homlokzati, valamint 20 cm födémszigetelést építettek be. A felújítások közben az iskola lapos tetőjének vízszigetelése jelentette az egyedüli költséget a település számára. Dubai László elmondta, a most megvalósított energetikai beruházásokat a tervek szerint a jövőben továbbfejlesztik majd. Abban az irányban szeretnénk elmenni, hogy ezt az energetikai fejlesztést legyen egy komplex az intézményekben. Ez azt jelenti, hogy ha a külső homlokzat, illetve a födém szigetelése rendben van, akkor keressük azokat a pályázati konstrukciókat, amiben a belső épület gépészeti dolgokat is fel tudnánk újítani, akár kazán, akár pedig fűtésrendszer tekintetében. Természetesen ennek a lehetőségnek is örülünk, és itt is ebben a pályázatban azért komoly megtakarításokat várunk a fűtésszámla tekintetében. Nyírpazony önkormányzati épületeinek fűtésköltsége évente 10 milliós nagyságrendű. Várhatóan ez az összeg az energetikai beruházásoknak köszönhetően legalább 10%-kal alacsonyabb lesz, tette hozzá a polgármester.